Csoportjában a negyedik helyen végzett, így az Eurókupában folytathatja nemzetközi szereplését a Rigi Egernői vízilabda csapata. A Bajnokok Ligája egri selejtező csoportjában az egriek előbb a spanyol teraszától szenvedtek 19-10-es vereséget, majd a Róma ellen a rosszul sikerült hajrában kaptak ki 15-12-re. A másik olasz csapat, a Triest ellen a végjátékig 2 góllal vezető egriek végül büntetőkkel maradtak alul, de az utolsó mérkőzésen, a 3. kerületi TV ellen 13-10-es győzelmet arattak Pogonyi Bíborék. Elég nagy hajrát nyomtunk így az összes csapat szintén, mert ugye válogatottak is jöttek haza, és elég keveset tudtunk közösen edzeni. És szerintem annak ellenére így a végére a 3. kerület ellen már egész őről össze sikerült szokni. És persze van nagyon sok minden, amit még fejlesztenünk kell, még gyakorolnunk kell, de szerintem már egy jó úton haladunk. A Bajnokok Ligája csoportkörébe a Terassa és a Róma jutott, a másik 3 csapat az Eurókupában folytathatja. Sike József szerint az Eger akár meg is nyerheti a kupát. Most mindenképpen ez a célunk. Rebeka Pársz már a következő fordulóban játszik, és a igazi végjáték az jövőre lesz. Addig pedig nekünk itt az gyönyörű úszodánk, a tornatermünk, mi fejlődni fogunk, mert mindig tavaly is a bajnokság végére azért csak behúztuk azt az érmet, előtte csak behúztuk az aranyérmet. Tehát én mindig bízom abba, hogy amikor együtt vagyunk, és együtt a hétköznapok meglesznek, akkor a végére összeállunk. Az Eurókupa selejtező csoportjában az egriek a görög Glifádával és Panionios-szal, a francia Grand Nancy-vel és a magyar 3. kerülettel találkoznak majd. A Digi Eger szerdán megkezdi a bajnokságot is, az ellenfél idegenben a 3. kerületi TV-je lesz.